Csöbör Tomi. Na, sziasztok srácok, itt vagyunk egy olyan videóban, most négyen, Gaben van itt velünk. Köszönöm szépen. Troász meg Tomi van itt velünk az előző videóban, és Mr. Szalai István, a megszokott. Köszönjük szépen. Srácok, horszozni fogunk, de most ez egy különleges horsz, ez meg két csapat lesz, ugye 2v2. Igazából az a lényeg, hogy megint ugyanaz a szósz van, aki veszít, amelyik csapat veszít, mindkettő tagjának meg kell ennie a szószt, és 2 darab percig kell a szájába tartani, úgy, hogy nem, vagy nem is a szájába tartani, hanem lenyelni és bírni, hogy nem iszik rá semmit, és nem eszik rá semmit. A különlegesség az az, hogy vannak ezek az UNO kártyáink, ezek a reverse kártyák vannak itt a kezembe. Annyi a lényege, hogyha mondjuk én az Istivel vagyok, és a Gabenék mutatnak egy olyan trükköt, amit mi nem szeretnénk megcsinálni, akkor a játék során egyszer kijátszottunk egy ilyen reverse kártyát, és akkor utána mi jövünk és mi mutatunk helyettük. Ez a lényeg igazából. Még annyit szeretnék elmondani, hogyha mondjuk még a szabályokról, hogyha az Istivel vagyok, és mondjuk az Isti mutat valamit és bedobja, akkor azt nekem nem kell megcsinálni, úgyhogy a csapattársai vagyok, hanem akkor a másik kettőnek kell megcsinálni, és hogyha a másik kettőből valamelyik kihagyja, akkor már kapják a betűt. Ennyi a lényeg igazából. Úgy fogjuk eldönteni, hogy ki melyik csapatban van. Nem hogy, lesz egy hosszú videó. Tehát, hogy most valamit mutatom, ezt nem kell megcsinálnom, nekik egyik nem sikerül, akkor már egy akkor már szerintem ez így fog menni. Kész. Tehát, hogy lényegében az nyer, aki kezd. Ugye, hogy jól értem? Mondhatjuk azt. Van, na mindegy. Na, jó. Srácok, mindenki mondjon, Isti, te kezdet 1-4-es számot. 3. Oké, okay, Tomi? 4-2. Jó, akkor enyém az 1. Jó, akkor az első... Igen. Mert érzitek a saját számotokat? Mert én nem amúgy. 3. Oké. Okay. Na, akkor az első száma 4. Ki volt a 4-es? Én. De, oké. Okay. Akkor te leszel 2-essel. Az vagyok én. Aki a Gaben. Akkor én vagyok az Istvánnal. Tehát a Gaben és a Tomi van együtt, az Isti meg én vagyunk együtt. Azt igazából kell, hogy rólazottam le, hogy ki a fasz kezdjen. Azt igazából, még... Igen, mondja. Mindenképpen szeretném mondani, hogy a idő az -12 fok és 120 km-es szél fújja. Abszolút nem. Egy farmerben van és nincs is kedve hozzá. Amit tényleg komolyan veszed, tehát ha vesztünk, az azért van. Nem, Tamás a Throwbackben dolgozik ilyen pillanatban. Én dolgozom. Igen, ő most pillanatilag ha most bementek, amikor ez a videó forgat, akkor ő bent van. Körül. Jó. Mi fogunk kezdeni az yes, Istvánnal, let's get it! Szóval én ezt a gémet, főleg, hogy a Gabennal vagyok, egy meszbe szeretném játszani. Én hoztam magam egy meglepetés meszt, ami így néz ki. Barker? Nem. Ez 9-es volt a Barker. 9-es? 9-es volt. Ki ez a játékos? Ez a Horri. Az. Hongol! Damn! Ez egy custom. Nice! Azt láttatok, hogy milyen putbeket nyomott? Látja! Jézus! Véma parázomá, Vujelis a dobra forma. Dámy gospodje! Adam Hanga, kék! Csámo, ott aki ott áll. Mi van? Milyen jó az a mezte, jó? Már Ádi nem örülne, mert ő... Annyira már nem jó. Annyira már nem jó viszonya a Spurs-szel, de nekünk magyar átlagos szurkolóknak mi lett volna, ha Ádi egyszer NBA játékos lett volna, valószínű ezt a mezt hordta volna, úgyhogy én ebbe szeretnék ma ez nem szószt enni ebbe a műsorba. Nagyon jó. Nekem csak, hogy már... Akkor már te is. Elhoztad, te is? Megbékültem a körrivel most. Amióta meg lehet feledékülni. Amióta a Cleveland is szar, meg ők is azóta békkel. Rajtam nincs semmi ilyesmi. Most már nem veszhetünk. Jó, ez itt már jó. Hanga Ádi velünk van. Gyerünk, valami egyszerű. Jó, jó palánka fogja persze. Messze meg kell elmenni. Honnan dobtad? Innen? Honnan? Valamelyikőtök már kiadja, akkor az már betűnt. Nagyon le van fagyva a kezem. De hogy van? De hogy van a fagyva? Jó is lesz. Akkor már igen, és akkor megint bevertem volna, meg mi jövünk. Tehát a Gabenének van egy H betűjük. De olyan csinálj, ti is megcsinálod az ő. De nekem nem kell, jó? Jó, faszom. Nice. So fucking close, guys. Sejtem. Nézzük. Ja is. És ti, te mutatsz. Ha szószt akarsz lenni, akkor én is vezetünk. Az jó. Mi mutatunk, ugye? Igen, ó, basszus kulcs. Bemutatom ugyanezt. Jó! Megmutatom. Azt mondjátok, hogy ne. De már röhögsz előre, látom. Bátor vállalás. Nem, nem röhögök, én attól fogok, hogy be fog menni. Várjál. Na, kiváló, kiváló. Elfújta a főt. Kiváló, ezt kiváló. Ezt visszanézhetjük, hogy elfújta. Kiváló. Amúgy. Kiváló, persze, be. Dobd be a triplát, baszd be. Úgy.
Isten megáll a hülye fejedet, na! Ja Istenem! Hát ez csak a farmer miatt. Bohóc az a baj. Túlspiláztad egy picit. Nice! De hogy ennyire nem fogja. De igen, akkor várj egy kicsit. Most jöjjünk vissza holnap. Kiváló! Kiváló! Írj hát szósz tudé! Akkor egy H.O. nekik. Mert én nem voltam még ilyen, hogy biztos nem veszük újra ezeket? Nem! Úgy kiszapunk, hogy a Gaber nem is hibázik egyet sem. Ja, amúgy eddig én még nem. Mi van? Mi adta? Ah, én mutatok. Köszönjük szépen. Ezt meg tudom csinálni. De ez mi volt? Akkor volt a súlypont emekedés, ez a páncélszekrény. Jó! Reverse, nem? Akkor én a reverse kártyát játszanám. Jó? Én mutatok. De hogy miért nem a tiltó kártyát hoztad? Micsoda? Hát mert hogy visszafordítjuk, ők jönnek azért. Ja, hát visszafordítja, nem hitt. Kijátszották a reverse kártyát, most már nincs kijátszási lehetőség többet. Megpróbálja a fiú tudja is. De szép! Na most mi legyen ezt? Megpróbáljuk? Persze. Jó. Csak győzze. Lát között felhúztam. Jó! Yes! Na csak ezt fogjuk csinálni, mert ezt látjuk, hogy nem tudják. Azért reverse kártya lett volna, ezt bedobja amúgy. H.O.R. bocsánat. Az meg! H.O.R. is egy H. Ez megint az. Megnézi azt, lehet a fiú. Azt hittem most, hogy ez egy Jézus kár. Az az. Gyere, húzd be. Azt mondom. Bazd meg. Rövid. Na, Tamás! Mi van? Nullá. Ellen mindig nem azt mondom. Nálunk vidéken nullá. Nem, ilyen nincsen. Figyelni kellett volna a szobai inspektor, és nem volt egy kiskapu lehetőség. Ja, hogy nem, amit aláírtam, abban ez nem volt. Így van, nem volt. Ami egyszerű, de amit elronthatnak, olyat kéne, amit be tudok dobni, de ők elronthatják. Amit te be tudok dobni, azt mi nem voltuk el. De jó! Mindenki hallotta? Jaj, mert jó a hang, mert én akart mondanak a srác. Oh! Jó! A Mákos tét. Almost! Jó vagy? Jó. Majd kiadja az izé. Nem bírom! Tesó, közelről sem megtaláltam. Most mi van? Persze, Tibor, nyugodj meg, Tamásom! Most, hogy vágod éppen, nyugodjál meg, jó? Hogy sima pincérdobás. Jó. Köszönjük át a tennis, forgassunk egy újat azon a felé. Na jó, van ám, jön a szósz. Az ott a végén. Szélt akarom. Úgy volt, hogy nem is jövök. Nem is kellett volna. Soha a büdös életben nem fogom megkóstolni ezt a szaros szószt. Gyerekek, az önbizalom kurva fontos, amikor már elhiszed magadról, meg amikor már minden mindegy. De a Tomi van a világ szeme. Ennyi! Ivan! Túl jó a csapatban. Nagyon szép volt. Nagy volt az arc, de semmi. De ott a vége. Dehogy van, Balmásom, hogy dobod azt a három pontot? Sehol. Leginkább sehol. Három pontos? Megérkezett. Ujj, hadd! Arról van szó! Reverse kártyát kijátszanánk. Nincs.
Na srácok, akkor a Tomiék kaptak ki, ezért azt találtuk ki, nem találtunk ki semmit amúgy, mert ez az alapvető a koncepció. Beleöntöm ide, köszönöm szépen, beleöntöm ebbe a kis kupakba, és belemártják az ujjukat, és az ujjukról kell lenyalni, kellett mostunk előtte, ilyenek. De akkor fertőtlenítettünk minden. Szeretném mondani, hogy ezután fogunk majd játszani 1-2-2-t, és ott nagyon elpicsázunk majd őket. De ennyi bőven, és ebbe, igazából ennyi, ebbe kell belemártani az ujjatokat. Én pont annyit fogom belemártani, mint te múltkor te kezdted. Jó, és picikét. És akkor most azt mondja, hogy 2 percig így kell tartani, igaz? Ne. Olyan külsejét. Az egy lassus marja. Az jó, az mindjárt jó. Az jó, az jó. Vissza is csavarom gyorsan rá. Négyszer annyi, mint a piac. Úgy igen. Na srácok, és akkor mérek egy időt. Ez sok. Szóljatok, ha nem, jó az. Jó az. Úgy már hiba, az már aztán. Kislánykodik abszolút. Mert? Vissza számolatok? Fel izé haza. 3, 2, 1. Megy a 2 perc. Először olyan, hogy semmi elvileg, úgyhogy... Először elvileg semmi. Nem is csíp. A csíp. Lenyeltétek? Hú, na ez már csíp. 20 másodpercnél vagyunk kávé. Hogy milyen feje volt? Ez rakom is. Mi az? Mondom, azok ez semmi. Igen, utána a csíp. Hülye, hát ezt tedd bele a paprikás kukába. Jó bírod. Amúgy egész jó bírod. Na a szöveg az jó. Most már jobb. Most már jó. 35 másodpercnél vagyunk pillanatban. Nem, már semmi. Így ma jó? Aha. Az a lényeg, hogy annyi alkoholt kell fogyasztani, az ízlelő bimboidat kinyírja. És én ezt az elmúlt 10 évben megtettem, tehát hogy már nem nagyon érzek ízeket. Tomi szenved, látod. Lenyelted? Nem nyelted le? De ott tartod a nyelveden, bazd meg, az még rosszabb, nem? Az egy rosszabb, nem? Ki akart köpni a végén? 56 másodpercnél vagyunk. 20 másodpercnél volt egy kicsit, úgyhogy éreztem, de most itt semmi. Most egy percnél vagyunk most. Na, hidak. Nem, Tomi nem is beszél. Nem is beszél. Nem, mert kiköpi a végén. Nem, mert ott tartja a nyelvét. Nem szólt ki. Amatőr fogok. Ja, azt nem mondtam, hogy le kell nyelni, igaz? De az ugye akkor az nem volt benne a szövegben, hogy 2 rágót nem dukattam a nyelvem alá, igaz? Nem volt benne, de nem volt 2 rágó a nyelvedet, ugye? Na? Tényleg volt? Nem volt. 1 perc 25. Még fél percig kell. Jó, Tomás, legközelebb akkor elhozzuk a legdurvább szózt. Hát ennél valami durvábbat hozzatok, mert ez egy... Én próbálkoztatom. Most nyelted le. Na mi van, Tomika? 20 másodperc. Én egy pillanatra éreztem, hogy megijedtem, de aztán semmi. Én nem próbáltam még egyszer sem. Hát készíti. Én nem bírom ezeket. 15 másodperc. Baszik. 9 másodperc. És 5. 4, 3, 2, 1, jó, ihatsz is, ez is köpi a fasz, vagy így van. Fú, geci. De jó. Jó Istenem, kémbe. Az, aki ilyetre a kajájában, az az igazán jó fejcsap. De amúgy ez biztos, hogy kajában jó. Biztos kajában amúgy jó. Te raktál bele? Én ott van a húslevesbe raktam, de azok 1 liter húslevesbe raktam 2 cseppet, és eltetlen lett a végén. Ja. Jó, most rosszabb. Rosszabb? Na, én is iszok rá, csak így ne érezni. Tényleg meg így lenyeltem, mint a kakaót. Én sem most iszok rá, én egy állat vagyok. Jesus Christ! Úristen! És ott is van a promóció, robbant! Promóció, a legjobb a világon! Semlegesíti. Minden ellen véd a nem para, mert a nyelve csak így érzéketlenedik el. Amikor hozzáér a... Amikor turokra lemegy. Azaz. Akkor ilyen íze, szélpassz. Szétbassz. Neked semmi haver? Semmi, ez burn. Vágod. Burn. Ez jó erre is. Mindenre jó. Abszolút szponzorálom az a videónak. Ezt a részt kivágjuk! Megint meg fogjuk kapni a komment szekciót az előző, hogy keveset tettetek és ez így nem jó. Nem, most azt fogod megkapni, hogy kamu volt a sorsolás. Kamu volt a sorsolás. Nem volt kamu a sorsolás. Az volt kamu, hogy nyertetek, mert megengedtük. Az egész videó, hogy kurva egy kamu volt alapvetően. Kérem? Legközelebb majd... Szerintem álljunk neki annak a 2-2 ellen és nézzük meg az eredményt. Jó, annyi, nézzük meg. Annyi hozzáfűzni, hogy legközelebb majd 0 fok fölött játszunk. Ezt a játékot, és akkor lehet, hogy be tudunk dobni valamit, és akkor nem éleszek ilyen szó. Meg hát azt ugye nem mondtuk, hogy ti már itt voltatok, hogy 2 órával előtte melegíteni, meg hideg érzel idejöttünk. Igazából te hívtál, hogy mikor érkezünk, tehát hogy abszolút ez így van. A srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban, iratkozzatok fel és lájkoljátok a videót. Srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a lehetőséget. A Trumasback, azt mindenképpen, következő videóban találkozunk, jövünk a 2v2-vel. Szevasztok, csáó.